Köszöntök mindenkit, aki ma hallgat és néz bennünket. Ma dr. Jaroszláv Spisiák úr, egykori rendőrfőkapitány, a vendégem. Megtisztelt, hogy eljött a stúdióba. Hogy telt a nyár? A nyár? Jól. Jól? Meleg volt. Kirándulás? Nyár végén voltunk kirándulni a feleségemmel, úgyhogy unokákra vigyáztunk. Akkor szerintem szépen telt a nyár. Szép, szép volt. Ahogy a forgatókönyv írja, egy rövid életrajzot mondok magára, és aztán kezdünk a beszélgetésbe. 1964. október 4-én Zselízen született, alapiskolát és gimnáziumot is Zselízen végezte, utána 2 éves katonai szolgálat következett, majd 92 és 95 között a rendőrakadémia diákja volt, 95-ben a Dunaszerdei járási rendőrkapitányságon kezdett dolgozni, majd 98. december 1-től 2001. szeptember 30-ig járási rendőrfőkapitán volt. 1999-ben oldotta a 10-es gyilkosságot, azután Ivan Simka belügyminiszter 2001. október 1-jével Jaroszláv Spisiák őrnagyot, Dunaszerdei járási rendőrkapitán nevezte ki az országos rendőrfőkapitány helyettesévé, bűnügyi főigazgatójává. A tisztséget 2006. augusztusáig töltötte be, amikor is Kalinyákönt visszahívta, ekkor elhagyta a rendőri köteléket, a Szlovnap biztonsági szolgálatának a vezetője lett. A 2010-es parlamenti választások után Daniel Lipsis belügyminiszter pedig kinevezte július 19-én országos rendőrfőkapitánnyá, amelyet 2012. májusáig töltött be, és 2020. áprilisától Mikulec miniszter úr tanácsadója. Ha valamit kihagytam, tessék, egészítse ki. Igen, valamit kihagyott. Tessék. Nem mondom, hogy ez nagyon fontos lenne, de jártam vegyész mérnöki főiskolára is, 82-től 85-ig. Aha. Ezt nem jegyzik sehol. Szlovenská Vysoká Škola Technická. Igen. Chemicko-technologická fakulta, technológia organických výrob. Szóval ez nem szóval semmi. Szlovnában most jó helyen vagyok. Tehát akkor oda került, ahol valamikor kezdett tanulni. Igen. A körből, akikkel jártam egy körbe, senki se dolgozik vegyész szakmába, aha, csak én. Érdekes ez, mert ezt sehol nem találtam a bejegyzésekben. Hát igen, pedig ez is benne ez van. Jó, öröknek, hogy ezt kiegészítette. És még egy apróság kimaradt, az elég fontos. Tessék. A rendőr szakmámhoz képest, mert 3 évig, miután elvégeztem a rendőrakadémiát, akkor itt dolgoztam szerdahelyi rendőrségen, mind jogász, mind belügyosztály igazgatója. Utána a rendőr, hogy mondjam, ez prezidium policajnak az igen, igen. Ott dolgoztam gazdaságvédelmi főosztályon, mind nyomozó. Aha. 3 évig. Szóval jó, tudom ezeket, legalább megjegyzem, úgyhogy... Szóval ez okozta, ezt szerettem volna én csinálni a rendőrségem belül. Ez volt a fő célom, hogy rendőrnyomozó legyek, és valójában is sikerült 96, igen, gazdaságvédelmi főosztálynyomozója voltam. Szóval akkor elértem, amit szeretett volna. Igen. Térjünk valójában vissza. Ez nagyon fontos a szakmámhoz képest, mert valójában én a rendőrségen belül a közútforgalmi rendőrségen kívül minden tevékenységet végigcsináltam. Tehát a szabálylétrán végigment. Járőr, rendőrjárőrtől, belügyosztály, jogász, nyomozó, szóval... Minden. Tehát ez rengeteg tapasztalatot biztos. Ez sokat adott, ez a belügyosztály vezetése, még a jogász, rendőrjogászat, a rendőri, Dunaszerdai rendőrkapitányság kapitányi pozícióhoz, ez nagyon fontos volt érteni a menetet. Doktor úr, menjünk vissza gyerekkorra, úgy tudom, hogy Nagyölveden töltött a gyermekkorát, ha minden igaz. Igen. Milyen volt az ön gyermekkora? Fantasztikus. Szóval mind a ketten találom, hogy az a gyermekkor más volt, mint a mostani gyermekkor. Hát, igen. Egész más lehetett élvezni. Sokat
szórakoztunk, állandóan utcán töltöttük az időt, nem otthon számítógépek előtt. Igen, pontosan. Csak szóval a harangszó vitt be bennünk. Más este. Most is hallani, igen. Ja, esti harangszókor közbe menni. Igen. Az alapiskolát is ott végezte, vagy Zselízen? Alapiskolát Nagyon-Leden ötödikes koromig. Tehát együtt volt. Igen, mert Nagyon-Leden nem volt szlovák alapiskola, aha, csak első öt osztály, és utána Farnad, a szomszéd falu. Az alapiskola után gimnázium. Igen. Ön már akkor eldöntötte, hogy rendőr lesz? Nem. Nem. Mi szeretett volna lenni? Akkor már mondja, egy vegyész is volt közben. Hát sokat töprengtem azon, hogy mi is legyek, de inkább ilyen nem humán szakos voltam, igen, hanem inkább ilyen mérnöki szakos. A reál, tehát. Reál, matematika, fizika, vegyész, vagy kémia, nem tudom mi ez magyarul. Igen, kémia. Kémia, kémia. Ezekhez mondom, hogy értettem, aha, a témát, úgyhogy azért is jelentkeztem erre a vegyészmérnöki főiskolára. És aztán hogyan lett ebből a vegyészmérnöki főiskolából rendőrakadémia? Hát ez egy kicsit bonyolult. Mondjon róla valamit, hogy tudjunk többet. Na, igazság az, hogy ezt a vegyészmérnökit nem fejeztem be, hogy is mondjam, élveztem az életet. Életet? És nem volt ide befejezni. Élveztem az életet, és egy kicsit túlságosan is élveztem, úgyhogy valójában így lett vége ennek a főiskolának. Aha. És aztán itt a rendőrakadémia, vagy a katonaság? Aztán jött a nősülés, aha, vagyis ez volt a egyik oka, hogy nem fejezte a problémáimnak. Vagyis nem probléma. Ez kellemes probléma. Ez a életemnek a legnagyobb szerencséje, ja, igen, hogy találkoztam a hölgyel, aki mostanáig is a feleségem, és hogy ez az életem legnagyobb szerencséje, és úgy megnősültem, és úgy behívattak katonának, mert főiskola befejeződött, katonaság meg elkezdődött. Két éves tanulista. Leszolgált a két évet? Le. Leszolgált a két évet. Mire hazajöttem, volt két fiam. Na, két fiú várt legalább otthon. Igen. Szóval ez is egy kellemes meglepetés, mikor hazajövő katonaság, és már hárman várnak. Uh-huh. És valójában ezután jelentkeztem rendőrnek. Tehát utána leengedett rendőrnek? Katonaság alatt még, és katonaság után ugye állományba léptem. Aha. Dunaszerdahelyen, mint járőr, dunaszerdahelyi rendőrkapitány, vagy hogy is mondjuk, obvodni, hogy jelenjen. Igen, igen. Milyen volt az élet akkor Dunaszerdahelyen? Hát... egy járási város, a mezőváros, hol talán életemben mindenki... nem jártam Dunaszerdahelyen, fogalmam se volt, hogy hol van. Inkább csak a medvegyavot ismertem, mert azt a rádióban jelentették a Dunahullámot. Vízállást, hogy medvegyav, a feleségem, tilos. A feleségem az onnan származik. Medvéről? Igen. És pont abban időben hurcolkodott a családja Dunaszerdahelyre, úgyhogy valójában egyszerre érkeztünk Dunaszerdahelyre. És akkor az már rendben is volt, és ott telepedtek le Dunaszerdahelyen. Igen. Egy kérdés, hol tanult meg magyarul? Hát a szülőfalumban. Mink voltunk egyedül család, akik szlovákok voltak. Szóval a Spisiak család az szlovák, összes többi lakósa a falunak magyar. Létezett a szlovák alapiskola, igen, is, úgyhogy én amikor első osztályba, vagyis iskolába kezdtem járni, akkor én nem értettem senkinek semmit. Magyar iskolába kezdett járni? Szlovákba. Szlovákba, igen. De járt, kilencen voltunk elsősök, és senki nem tudott szlovákul egy szót se. Csak egyedülön. Csak ugye talán én voltam egyedüli gyerek, aki örültem a tanításnak, nem a szünetnek, mert szünetben nem tudtam kommunikálni. Aha. És tanítás alatt meg ugye a tanító, mivel ott szlovák iskola, beszélt szlovákul is, meg utána magyarul, hogy értsék. De és így, mikor nagyjából másodikos koromra, már tudtam magyarul beszélni. Tehát akkor... a gyerekektől már tudom magyarul is. Igen, utcai. És a tanítótól is, mivel ő is beszélt magyarul, mert csak a szlovákul beszélt, van a többi gyerek nem érti. Igen. Szóval én utcai magyar nyelvet tanultam meg, nem szakszerűen. Mai nem napig is úgy csak beszélek úgy, ahogy mind a utca gyereke. De ez jó, mert ugye a szakirodalmat pedig kell használni a szlovák nyelvbe, ahol maga igen, is működött. Igen, mert
még a Szerdahelyen a magyar, mert a szülőfalomban ilyen palócos, nyelvjárás, igen, tájszólással beszélünk, vagy beszélnek mai napig is. És itt Szerdahelyen nekem ez egy gyönyörű magyar nyelvnek tűnt. Ahhoz képest? Ahhoz képest. Utána észrevettem, hogy ez a leggyönyörűbb magyar, de ahhoz képest meg tényleg olyan. Ja. És itt is a rendőrök ugye a szaknyelvet nem tudták, nem értették magyarul. Igen. És akkor olyan beszélgetés volt, hogy megírtad az ápisznyicát. Persze. Obsánszki prókat. Rendvegyízted a páhatyelt. Szóval, és ez nekem nem nagyon tetszett, hogy ha egyszer beszélek magyarul, akkor próbáljak szakirodalmas szakszerűen, és valójában megtanultam a magyar szaknyelvet is, hogy rendőr. Szóval nem predvegyízteni, hanem előállítani. Tehát ez nem könnyű a magyar nyelvet használni nem. Ebbe az irodalomba. Sőt, a csak amikor a rendőrfőkapitányságon dolgoztam, mint nyomozó, akkor sok közös vizsgálat volt a magyar rendőrséggel, és engem szoktak kiküldeni, vagy hívni ilyen nemzetközi megbeszélésekre a rendőrfőkapitányok, a magyarokkal, és mint tolmácsnak használtak. És ott éreztem, hogy valójában ott tanultam meg így a szak magyar nyelvet. Aha. Tehát az jó, mert mint jogászok is, hogyha szlovákról magyarra akarom fordítani jogirodalmat, az hatalmas nehéz. Az annyi magyar szó van hozzá, hogy azt tudjuk, mit kell oda tenni, és ha nem azt teszem, helyettesítem be, nem is, hogyha a text helyes. Szóval mondom, így működik ez a önök szakterületén is. Tehát Dunaszerdahelyre költöztek, azt gondolom, hogy 3 évet talán szolgál Dunaszerdahelyen. Igen. Hogy nézett ki ez a 3 év Dunaszerdahelyen? Amikor kezdtem, az 88, meg szocializmus alatt. Utána elküldtek, vagy muszáj volt elmennem rendőr-arab kiképzésre, Brünnbe. Igen. És az alatt, 1 év alatt történt a forradalom. Mi magá volt? Igen. Szóval Brünnbe kapott el, és onnan ki voltunk vezényelve november 17-én Prágába. Még akkor vigyázni, hogy ne dőljön meg a rendszer. És mire visszajöttem a rendőr kiképzésből addigra, már egész más világ volt Dunaszerdahelyen, mint addig. Mit jelent az egész más világ? Hát az, hogy illetők, akiket úgy ismertem módszor járőrözésből, ilyen recidivisták, bűnözők, de nagyjából ismertem mindet, 88-ban, akik léteztek, vagy amikor elmentünk a kocsmába rendet rakni, vagy szólni, hogy záróra, akkor úgy többnyire úgy is volt, ahogy mondtuk. Vagy a személyazonosságikat ellenőrizni, akkor vigyázba álltak a illetők. Szóval akkor ilyen respektje volt a rendőrnek, azért, mert rendőr volt, mert volt egy állami hatalom mögötte, és hogy ez a hatalom, állami hatalom adta erőt a rendőrnek. És utána nem volt ez és a... utána nem. Megszűnt? Utána ez főleg attól szűnt meg, hogy ugye a Havel államelnöke amnesztiát adott, és kikerültek. Elég hatalmasak, és akkor kikerültek olyanok is, akik 23 évet ültek, vagy majdnem egész életüket börtönbe töltötték. Ezeket nem ismertem, és csak akkor látom, hogy mennyi ilyen ember van Dunaszerdahelyen. Rengeteg. És ezek nem értettek már ebből a szóból, hogy rendőr. Ezt a, nem tisztelték. Ezt valójában. A respektet. Nem volt. Nem volt. Ezt úgy muszáj volt abban idő kivívni, hogy úgy lépek föl, mint a rendőr, és mint személy, nem mint a államhatalma. Értem. És hogy sikerült ezt kivívni? Maga Szerdahelyen ezt ki tudta vívni? Hát abban idő, ez nehéz volt. Mikor én ide jutottam a rendőrkiképzésből, addigra már itt beszélték a kollégák, akik szolgáltak, hogy veszélyes kocsmákban nem szabad járni, mert voltak olyan rendőrök, akik járőröket megverték kocsmába, kórházba kerültek annyira keményen, 3-at is egyszerre. És ezt ki muszáj volt vívni. És hogyan vívta ki? Erre úgy kíváncsi volnák, ide jön egy valaki, Dunaszerde, aki nem is dunaszerdei, és akkor hát ő lesz az, aki kivívja ezt a tiszteletet, mondjam azt, hogy a erős legények között?
Hát akkoriban a erős legények, akikből aztán egy-két év múlva úgy mondjuk, hogy alvilág lett addig, valójában nem voltak rosszak. Valójában ők birkózók, sportolók, és ők valójában a 90-ben vagy 91-ben még valójában segítettek nekünk is rendet rakni. Tehát most az a bősi birkózó csoportról beszélünk. Még a Dunaszerdahelyekről. Ismertem őket a járőrözésből, még a szocializmus alatt, mert akkor ilyen kidobókat szoktak csinálni a éjjeli bárba, vagy a kukorica, vagy a kondorosi csárdába. Igen. Szóval járőrözésből ismertem őket. Még volt egy kollégám, aki az is fiatal korában birkózó volt, úgy ő is ismerte őket a sportolásom. Tehát a kapcsolat megvolt. Most, hogy kapcsolat megvolt, és ő nekik se tetszett ez a recidivista féle. Visszaesőknek a hazatérése. Ez a problematikus hazatérése. Ivászat, törés, zúzás. És valójában sokszor segítettek nekünk ők rendet rakni. Tehát ő bennük volt egyfajta betyárbecsület még? Igen. Akkor betyárbecsület. Mert azt mondom, hogy ennek nevezik ezt a hozzáállás, hogy van bennük egyfajta betyárbecsület, mikor én segítek annak, akinek ő segít. Nem konkrétan, hogy a rendőröknek segítettek, hanem ők valójában így keletkezett ez a alvilág, mert valójában alvilág megvédi a lakosságot, ha nem védi meg őket a rendőrség. Állam, a rendőrség. Szóval... Na most, ha maga azt mondja, hogy az alvilág megvédi a lakosságot akkor, amikor nem védi meg őket az állam, és mi vezet az alvilág megerősödéséhez? Hát ez a helyzet. Mert a 90-es évek elején úgy problematikus volt az élet, megszűnt majdnem minden, hatalmas infláció, munkahelyek megszűntek, munkanélküliség, akkor jött a privatizáció, a nagy, kicsi, mindenki próbált volna egy kicsit valahogyan észhez térni. Akkor jöttem rá arra, hogy Dunaszerdahelyen, Dunaszerdahelyi járásba valójában élnek a leggazdagabb emberek egész Szlovákiában, vagy akkori még Csehszlovákiában. De rengeteg is dolgoztak, rengeteg fóliásállatok. Igen, a fóliásállatok. Szóval ebből a mezőgazdasági termelésből, igen. És ezt a pénzt valójában spórolgatták, mert nem volt, hogy hova költeni. Nem lehetett utazni, nem lehetett valójában semmit. Úgyhogy csak a nagy házak, és csak spórolás, és jött a forradalom, kapitalizmus, lehetett vállalkozni, lehetett valamit tenni, és valójában... Kezdték a pénzt forgatni. Kezdték forgatni, de a forgatás ugye nem értettek hozzá, hogy. És voltak ilyen ügyeskedők, akik tanácsoltattak, és javaslatokat adtak, látták, hogy van pénz, akkor rászedték a pénzes embereket, hogy gyűjtsék össze a pénzt, ők majd megszervezik az egész üzletet, és az egész üzletelés valójában ilyen, hogy is mondjak, ez faktúra, nem tudom, igen, mondjak, számlák, számlacsalások, főleg Csehországból hoztak hatalmas mennyiségű árut, ami nem volt eladható, mert valójában ilyen áru, mint munkaruha, munkacipő, igen. Cukor vagy bármi, amit vagy Oroszországban, vagy ilyen kiszállításra volt termelve. Igen, exportra, igen. Exportra is nem volt, megszűnt ez az egész. Nem tudtak a vállalkozó, még annak állami cégek igazgatók eladni. Hova tenni, igen. És örültek is, hogy jönnek emberek Szlovákiából, és egész kamionnyi viszik. Egy hónapos, két hónapos fizetéssel, és ugye egyszer csak utána nem fizetéssel. Utána nem volt semmi. Doktor úr, miben volt más a bűnözés a késő 80-as évek és a maffia előtti időszakban Dunaszerdahelyen? Mafia előtti időszakban. Igen, mivel volt más a bűnözés? Mennyi bűnözés volt? Dunaszerdahelyi járásban egész évben, szocializmus alatt, nagyjából 16 rablásos betörés volt. Egész évben? Egész évben. Forradalom után, mikor én voltam például rendőrkapitány, akkor két nap alatt volt ennyi. Annyira megnövekedett? Igen. És ennek mi volt az oka? Az, hogy elszabadult a gyöplő? Igen. Elfutottak a lobak az emberekkel. Ezt is lehet mondani? Igen, meg
azt is hozzá muszáj tenni, hogy a szocializmus rendőrség azért szervezettebben működött, és ugye nem annyira demokratikus módszerekkel. Ugye minden, aki gyanús, minden ilyen visszaeső, figyelve volt, állandóan jelentkezni muszáj volt. Szóval lehetett tudni, és ezek tudták, hogy a rendőrség, ha valami történik, akkor rájönnek, hogy ki a tettes. Tehát ezt azt mondta, tudták, hogy mi tudjuk, nagyon, ők is tudták, igen, hogy nagyon, mi tudjuk. Ugye nagyon szoros volt a gyeplő. Igen, tehát szoros minden volt szinten, főleg ilyen gazdasági bűnözésnél, ugye volt olyan bűncselekmény, vagy bűntény, hogy közvagyon, meglopása. És a új rendszer, a demokratikusabb rendszer, ugye ez nem is alkotmányos, hogy ennyire odafigyelni, ok nélkül valójában csak azért, hogy valaki valami bűnöző volt valamikor. Szóval megváltoztak a helyzetek. Ez mindenhol a világban így történt, ahol cserélődik a rendszer ilyen keményebb rendszerből demokratikussá, ez hozza magával. Tehát a jogviszonyok megváltozása hozza ezt a rendszernek a gyöngülését. És ami a probléma, hogy a jogrendszer mindig késik a reál élethez. Mert először muszáj, hogy az élet megmutassa majd, hogy milyen jogszabályzatra van szükség. Szóval nem lehet előre szabályozni. Ezt a kommunista rendszer tudta megoldani. De ezt nem lehetne? Tényleg fordítva? Fordítva ez lehetetlen, mert nem lehet valakit megvádolni, mikor még nem tette meg a bűncselekményt. Tehát tudjuk, hogy meg fogja tenni, de erre nem vádolsuk meg. Lehetett volna mondjuk rá példát venni a demokratikus államokból, hogy ott milyenek a bűncselekmények, hogy oldják meg őket, de itt se a Magyarországon, se mi nálunk, se Lengyelországon, se még országban ez egy kicsit mindig késik. Hogy az olyan, mint a számítórend. Először megvan a program, utána van a vírus. Igen. Előtte nincs vírus. És ha nincs vírus, akkor nincs mi ellen pontosan harcolni. Ez a gyógyítás most ugyanígy van. Még nem volt a Covid vírus, nem lehet gyógyítani. Tehát igen. Nem volt előkészítve. Nem tudjuk, milyen betegség van, akkor nem tudunk gyógyszert ellene. Igen, pontosan. Doktor úr, mi segítette elő mondjuk a maffia letelepedését, megerősödését Dunaszerdnél? Legfőbb oka az, hogy a rendőrség egy kicsit később kezdett akcióba lépni, mivel hogy a törvények se voltak úgy megalkotva, hogy tudjanak hatásosan szembeszállni velük. És még maga a rendőrség is. Nem volt úgy szervezve, káosz volt a rendőrségen belül is. A régi főnökök lelettek váltva, jöttek újak, és valójában amire rendszerbe került az egész rendőrség, akkor vagyis még a Csehszlovákia szétválasztása. Szóval ez sok olyan történt, hogy a rendőrség egy kicsit később kezdett akcióba lépni, mint azok, akik megszervezték a alvilágot. És ahol előbb beszéltünk a birkózókból lettek először kőkemény legények, akik azért mondjam azt, sportszerűen még viselkedtek. De aztán azért jött egy másik banda, aki már azért nem volt ennyire sportszerű. Nem volt, az ugyanaz a banda, csak más tagokkal egy kicsit. És hogy szükség volt a erőfitoktatásra is, nem csak fitoktatásra is, hanem tényleg erőbemutatás, verések, szóval ez nélkül nem tud megalakulni az alvilág, mert muszáj erőt mutatni, és többnyire erő csak ilyen erősebb legényeknél van. Hogy néztek önök erre, vagy ön erre, hogy nézett, hogy lehet ennek véget vetni? Mert gondolom, hogy egyik feladat az volt, hogy ennek aztán véget vessünk. Igen. Csak én annak idején, ezekben a 90-es évek elején, 92-ig járőrrendőr voltam. És járőrrendőr hatásköre ezt nem tudja ezt megoldani. Pedig ön volt az első, aki rájutott az asztalra? Hát ebből a hatáskörből nehéz
nehéz megoldani az alvilágot, ja, megállítani, vagy föllépni ellene. Még csak olyan helyen tudtuk föllépni, ahol tényleg verés, vagy erőfitoktatás, autóval járás, tilosba, vagy parkolás a járdákon. Itt tudtunk valamit lépni, de a bűnügyi rendőrség lett volna illetékes. És ugye az volt a probléma, hogy a bűnügyi, ott, ahol el, ott a járási rendőr parancsnokság előtt, ugye ott volt elszállásó a bűnügyi főosztály is, ott mintha csak olyan hirtelen nyugati autók parkoltak, cserélődtek, és minket járőrök néztük, hogy annyival nem keresnek többet ezek a nyomozók. Tehát mi is történhetik? Mint mi. Ugye nekünk nincs ilyen nyugati drága autónk. Szóval valahogyan így. És aztán, amikor ön lett a járási rendőrkapitány, mi történt? Hát az történt, hogy addigra, amire én visszakeveredtem Dunaszerdahelyre, mint rendőrkapitány, addigra egy kicsit cserélődött a pozíció, mert a régi nyomozók már leszereltek. A nyomozók között voltak olyanok is, akikkel én együtt szolgáltam, mint járőrök. És valójában én mindenkiről tudtam nagyjából mindent, hogy... Tehát ismerte őket? Ismerte, tudtam, hogy ki mire képes, ki kivel van kapcsolatban, vagy ki kinek a rokona. Ez is fontos. Vagy mit hogyan visel, hogyan áll hozzá a rendőri munkához valójában. És akkor első ilyen összejövetelen kijelentettem, hogy most tényleg a fő cél megállítani az alvilágot. Ezt ma kijelentette? Akkor kijelentettem. És ott néztek önre? Hát ez még nem volt utolsó szó. Utána azt mondtam, hogy ezt pedig úgy fogjuk megcsinálni, hogy tényleg ez lesz a fő cél, és mindent, amit fogunk csinálni, az erre fog összpontosulni. De azért is kijelentettem, hogy tudom, hogy ki milyen viszonyban van, mondjuk rá az alvilággal, és megkértem valójában, hogy most, ha úgy érzi, hogy problémája lehet ebből, vagy hogy fél, vagy tényleg nem akar a rokona ellen harcolni, vagy valami ismerőse, vagy valami más ok méget nem tudja ezt így tényleg csinálni, akkor most adtam egy hónapot arra, hogy menjen el innen. Tehát ön intelligensen fölkínálta a lehetőséget, és mennyien mentek el? Senki. Ez jó visszajelzés volt, nem? Nem. Nem volt jó visszajelzés? Én azt gondoltam, hogy egy páran konkrétan gondoltam, hogy kik lelépnek, de valójában így még aztán azt is mondtam nekik, hogy ha nem, akkor én nagyjából tudom, hogy ki mi, ki kicsoda, és hogy ezeket a embereket első sorba fogom állítani, hogy ők fognak majd menni, intézkedni. Tehát ők lesznek a frontvonalban. Igen, és hogy majd akkor észreveszik, hogy mi is az a rendőrmunka. És így is történt? Nagyjából. És mit szólt? Egy kolléga jelentkezett, hogy ő szeretne elmenni, de hogy ő nehogy azt higgyem, hogy ő valami korrupt, mert ő már nem tudom hány éve próbálkozott elmenni, mert nem is ide való volt. Ő szeretne lelépni, de ne gondoljam azt, hogy ő ilyen korrupció véget, hanem tényleg. El akar menni. El is ment, igen. Mert egy ilyen város, mint Szerdahely, ahol gondolom majdnem mindenki mindenkit ismer, nagyon nehéz azért a rendőrségen belül is rendet tenni, nem még kint az utca. Hát, ha valaki úgy akarja, úgy dönti, hogy ezt fogom csinálni, ez a küldetésem, akkor nem olyan nehéz. Csak oda muszáj menni, és szólni, és dolgozni. Csak a gond, ahogy ön is említette, az volt, hogy nem volt meg a kellő tisztelt a rendőrökkel szemben sem. A probléma, ugye én úgy éreztem, hogy itt Dunaszerdahelyen az a probléma, hogy a rendőri munkát, ugye sima munkát elvégzi a rendőr, oda megy, intézkedik, utcán állígat autókat, meg szóval csinálja dolgát, de mondtam a rendőröknek, hogy milyen morálé, vagy etikus, vagy hogy léphetünk föl egy sima bűntelen polgárok ellen, ellenőrizzük őket, ha látják, hogy a világ még hajtási nélkül megy, megáll, ahol akar. Szóval először is ezzel muszáj törődnünk,
nem sima rendőri munkával. Mert ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor milyen jogunk van arra egy egyszerű, normál embert megállítani és megbüntetni, mondjuk. Csak azért, hogy nincs. Csak azért, hogy nincs bekötve a öve. Vagy nem világít a lámpája, vagy nincs, vagy esetleg, ha valami más kisebb kihágást Kásér. Tett. Nekem is volt egyszer egy ilyen esetem itt Nátszegen, hát pont a rendőrségi ellenőrzésen, nem tudom, hogy hogyan nem, pont arra keveredtem egy 87 éves bácsika ment a bicajon, hát kicsit ederegett, tehát 87 éves, hát nem is nem ilyen rendőrök megállították, és akkor fújatni is oda mentem, mondom, hogy ne rakudjanak, tőlem ezt megpizetem bácsika helyett, de 87 éves bácsikát engedjünk el, mert tudom, hogy ki, hol, megy annélkül, hogy volna egy jogosítványa. Nézzek a rendőrök, mondom, én nem akarok rosszat, tényleg csak egy 87 éves bácsikát, mert tényleg azért ne büntessünk, hogy... Na, ezt mondtam én is, hogy először is a bizalmat muszáj elnyerni, a lakósok bizalmát, mert ugye a lakósok tudják, látják, hogy mi történik a világi szinten, csak senki nem mer tanúskodni, és mindenki fölöslegesnek vagy problémának látja azt, hogy most valamit lásson, tanúskodjon, mert csak problémája lesz belőle. És nem hisz a rendőrnek, hogy meg tudja oldani a problémát. Amikor ezek a privatizálások megtörténtek, alakultak a legyen az fodrászat, legyen az bármilyen üzlet, hát aztán ottan jöttek a hálapénzekért is, gondolom. Úgynevezett hálapénzért a védők. Hát igen, mert ugye ez a kis privatizációnak nevezett dolog, ez úgy történt, hogy ez a alvilág akkor kezdett mutatkozni mind erő, mert vagy aki akart privatizálni, akkor megkérte, vagy megfizette alvilágot, hogy segítsen, elijesztjék a többi potenciális vevőt. Hát igen. Hogy pont, hogy ő nyerje meg, vagy senki ne jelentkezzen, és akkor ilyen holland árverés kezdett, hogy kisebb áruval. Még lejjebb megyünk. Igen. Sok embernek valójában, vagyis másképp nem is lehetett oda jutni, hogy valamilyen kisebb üzletet, vagy mit vegyen meg, enélkül, hogy beleszóljon a alvilág. És utána meg ugye jöttek, hogy segítettem, és akkor egy kis pénzt kérünk érte. Tehát hálapénzek. Vagy hálapénz, utána még védelempénz. Védelempénz. Hogy megvédik. Addig... Utána főleg, ami elég sok jövedelmet hozott a alvilágnak, ez a pancsolt, vagy szesz. Szesz, igen. Hozták egész kamionnyit kocsmárosoknak, akiknek valójában biztosították a kocsmárokat. Védelmet is. És hogy ezt árulja. A első fuvarnál esetleg keresett is rajta, de utána már nem. Utána lesz probléma volt. Addig nem volt olyan fogalom, hogy Stroman. Amikor megjelent ez az egész, jött a Stroman fogalom. Mit tart maga mögött ez a Stroman fogalom? Hogyan jellemezni ezt a fogalmat? Hát ez arra volt szükség, erre a fogalomra, amikor elkezdték ezt a, hogy is mondjam, számla csalásokat, és egyszerű volt elkapni azt, akinek a nevére volt az üzlet. Tehát a számla kiírva. A számla kiírva, akkor jöttek a cserendőrök, elfogták, és börtönbe is kerültek többen. És akkor rájöttek, hogy így ez nagyon jól nézett ki, de azért itt a rendőrség mégiscsak tud nyomot fogni. És akkor kitalálták azt, hogy valami olyan emberre iratjuk ezt az egészet, aki nem függ velünk össze. Tehát semmi kapcsolat nincs velünk. Nincs, és valami őnek is nincs semmije, és így nem tudnak a rendőrök a főszervezőkre jutni. Valójában ezt a nagymederi, hogy is mondjam, roma családok találták ezt ki, aha, ők kezdték ezt a üzletelést, és a közülük egy páran de is voltak csukva, és akkor rájöttek arra, hogy ez így nem jó módszer, hogy inkább akkor fehér lóra fogadjunk, aha, és azért is hívjuk szlovákul, hogy bélik vony. Aha. Ez innen van. Tehát a szlómanok voltak a fehér lovak után. Nem. A magyarul ezt romannak hívják, igen, de itt mi nálunk bélik vony, fehér lovaknak. És azért fehér, mert ugye ezek a romák fehér embert alkalmaztak. Aha, tehát innen jött a fehér ló. Igen. Aha, tehát nem lehetett fekete ló. Nem. Nem lehetett fekete ló.
ezeket a dolgot aztán nehéz volt fölteríteni. Mondják, hogy csántalóra nem fogadunk, igen, vannak persze, ilyen szóbeszédek, igen. És akkor fehér lót használunk. Azután ezeket nagyon nehéz volt fölteríteni. Hát nehéz azért, mert összes ilyen nagyobb volumenű stróman valójában eltűnt. Aha. Amikor 98-ban, ugye mert én 92 óta 96-ig rendőrakadémián jártam, azért kiestem ebből a rendszerből, mire visszakerültem, mint ügyész, még belügyész, akkor, és 98-ban még járási rendőrkapitány. Akkor 98-ban 113 elveszett, vagy hogy mondjuk ez? Eltűnt személy. Eltűnt személy volt Szerdahelyen, akinek volt valami gyanús kapcsolata ilyen üzletelésekhez. Aha. És eltűntek. Az emberek erről azért beszéltek, hogy védőpénzeket szednek, vagy nem mertek tanúskodni? Tanúskodni nem mertek. Hát beszéltem mindenki. Aztán egyszer fordult a kocka, amikor az egyik kocsmáros önöket megszólította, hogy valami palonapot akar szervezni. Igen, de ez már a tízes gyilkosság után volt, amikor járási rendőrfőnök voltam. No, és akkor próbáltam azt elírni, mivel hogy ez a pápai klán ugye ki lett iktatva, jött az, aki kiiktatta őket, és akkor éreztem, hogy itt van az a momentum, amikor ezt meg lehet állítani, hogy nem szabad megengedni, hogy ezek a újak, vagy a régi újak megint a hálózatukat szétfejlesztjék, szóval, hogy ezt már nem lehet itt megengedni. És akkor beszéltem a vállalkozókkal, jártam, rászettem mindenkit, hogy nehogy megint visszacsúszanak erre a régi pápai rendszerre. És amikor rendőrfők kapitány lett a szerdai járásba, egészen a járőkig le kellett nyúlni, hogy induljon-e valami pozitív dolog? Igen. Tehát ön kijárt a járőkkel is azért? Igen. Minden éjjel. Minden éjjel. Tehát példát mutatott, hogy én is itt vagyok veletek. Azért is jártam ki legelőbb, mert ugye én a járőrözést úgy látom, mint járőr 92-ig, és 98-ig ugye én saját tapasztalatommal akartam észrevenni, hogy mi is most ez a éjjeli élet, vagy ez az egész élet Dunaszerdahelyen, hogy is van, és miket várhatok el a rendőröktől, konkrétan személy szerint, hogy kitől mennyit, hogyan tervezzem a szolgálatokat, szóval jártam velük, hogy saját szememmel lássam, hogy mi a helyzet. Hát. És a másik dolog még az, hogy amikor járőrrendőr voltam, akkor történt egy olyan dolog, hogy ott egy ilyen Flamengo nevezetű éjjeli bar, első ilyen striptiz éjjeli bar Dunaszerdahelyen, a Vámbéri téren. És éjfélkor mindig a Kondorosi csárdához voltunk kivezényelve, mert ott volt ilyen ellenőrzési pont, ugye, mert ott is történtek bizonyos dolgok, illegális dolgok, főleg én prostitúció, vagy kábítószer üzletelés. És a rendőrfőnök, a dunaszerdahi körzet, igen, főnöke, állandóan telefonált éjfél körül, hogy hol vagyunk, vagy későn jöttünk a Vámbéri térre, mert hogy ott kiabálás, meg rendetlenség van, és hogy hol voltunk. Mondtam neki, hogy ott, ahol ki lettünk vezényelve, és szóltam azt is, hogy hát főnök úr, ön is rendőr, ha egyszer... Ki mehetne? Ön is mehetne oda megnézni, hogy mi történik. Hát, de nem ment. Szóval, nem minden főnök olyan, hogy azért... És én éreztem, hogy a fiatal rendőrnek meg muszáj mutatni, hogy hogyan föllépni, mit csinálni, mit intézkedni, felelősséget vállalni intézkedésért, hogy lehet. Mert ugye a rendőrök azt szokták mondogatni, hogy nincs hatáskörük, gyenge a törvény, aki igen, megvédi őket, és akkor szoktam tőlük, vagyis szoktam állandóan is kérdeztem, hogy tudja-e, hogy mik a hatáskörei, igen, hogy mit igen, csinálhat. Hát nem tudták. Szóval az alapokat nem tudták. Nem tudták. Hogy akarsz föllépni, azt se tudod, mire van jogod. Nem tudta. De azt tudta, hogy semmire nincs joga. Ezt mondogatták. És akkor elmagyaráztam neki, hogy van jogod mindenre, csak muszáj tudnod, hogy mire, és muszáj tudnod ezt használni is. De először van tudni, hogy hol van ez lejegyezve, és ezt fejből szórni. Aha. Mert ha nem tudja, akkor
megvan írva, akkor nem tudja, hogy léphetek, szólhatok, csinálhatom, tehát jogosan járok el. Ezt inkább nem csinálok semmit, mert félek, hogy jön a inspekció, a minisztérium, útra, és akkor megvádolnak, hogy túléptem a hatáskörömet. És azért jártam velük minden éjjel, reggelig. Reggel járásfőnök voltam, sőt az is volt olyan időszak, hogy a bűnügyi főosztály igazgatója is egyben, mert lelépett, nem volt megfelelő, nem volt megbízható emberem, akkor csináltam azt is, meg a Dunaszerdei körzet főnöke, azt sem nagyon értette, mi a dolga, azt is elküldtem haza, hogy majd én megmutatom, hogy hogy, ja. És majd vagy ezt végig. Mit szólt ehhez a család, a feleség? Hát azért mondtam, hogy én köszönhetem a feleségemnek azt, hogy elértem valamit, mert ő állandóan támogatott, és tudta, hogy valamit el akarok érni, és ez, amit el akarok érni, ez jó, és én nem korlátozta. Abban idő voltak a fiaim, alapiskolások, szóval kellett velük törődni. Tanulni. Magára vállalta. De ezt mindet ő, igen. Volt egy afférja a pápaival egyik talán bárban, amikor Férovkára hívta ki. Hogy volt ez? Mi volt annak az oka, hogy akkor gyerek és akkor rendezzük el? Hát ez úgy történt, hogy mentem ilyen délutánosi szolgálatból haza, és találkoztam egyik kollégával, aki akkor is szabad idejében elment, vagyis ment a barátnőjével, és ők mentek a Édenbárba, létezett az Édenbár. Az ilyen valami nagy menő, diszkó, és hogy ők mennek oda szórakozni, és akkor hát mondom, beugrok én is oda, megnézem, hogy mi újság, hogy is működik ez ott. Ők ilyen vörös bort rendeltek, én meg Coca-Colát. Ja. És ugye elmentek táncolni, én is, és láttam, hogy a táncparkett úgy van szétosztva, hogy 20-an vagy 30-an egy ilyen kis sarokban nyomulnak, és két ilyen táncos nő meg egész táncparkettet elfoglalja. Aha. És a táncparkett alatt megültek a pápai, meg a emberei, és valójában ez a két hölgy, ő nekik táncolt. Aha. És ugye én ezt nem tudtam így elviselni, és akkor arrébb löktem a hölgyeket, hogy legyen hely a többieknek is. És azok visszatolott, megint ellöktem őket, és őzze pápainak, hogy nem tetszett. És akkor följött a táncparkettra, és akkor ott kezdett velem kiabálni, hogy mit képzelek. Na és én mondtam neki, hogy itt neki abbáljon, akkor menjünk ki, és akkor ott intézzük el kint, ne itt ordibáljunk. És aztán valójában nem ment. Nem jött ki? Nem. Mit érzett akkor belül, amikor ez ott megtörtént? Mert azért mindenkinek van egyfajta érzése bévül, hogy akkor most mi fog történni? Ugye az volt a vége, hogy én aztán visszaültem az asztalomhoz, és a kollégám már nem volt ott, bár elmentek onnan. És egyedül maradtam. És oda jött a pápai hozzám, hogy elnézést kért, hogy kiabált velem, szóval, és hogy akkor ígyunk meg egy pohárt, és öntött pohárba, szeszes italt, nem tudtam, hogy mit önt, és hogy akkor ígyunk, hogy elnézést kér, bocsánat, vagy ilyen. Na és ez gin volt. Én meg, szóval ezt félrenyeltem, hogy mondjuk ezt. Igen. Nem ült rendes ez a gin, ez a furcsa íze. Igen. És úgy éreztem, hogy ezt most lemuszai öblítenem, mert elhányom magam. Ja. És véletlenül a poharak, a vörösbor, meg a kólából egyforma poharakba szokták adni ide öntögetni. És én megfogtam ezt a vörösbort. És az a itta. Kóla helyett. No. És azzal próbáltam leöblíteni ezt a gint. És ez annyira öklendezett, hogy valójában, hogy mondjam, így. Kellemetlen volt. Így, hogy mondhatom így, ez világból, hogy lehánytam a szerdahelyi alvilágot. Okay. Azután volt még egy eset, amikor talán az autó kapotájára is főtámasztotta. De nem a pápai Tibort, hanem a Zolit, a testvérét. Az is egy ilyen tiszta véletlen esemény volt, mert a kollégával, akivel járőröztünk, ki voltunk vezényelve Dunaszerd mögé, így a lég felé. Azzal utasításról, hogy ott történt ilyen rablás, azt hiszem, hogy légen. Igen. És a tanúk szerint ilyen piros, nem tudták, hogy milyen típusú autó, de piros, és B, A,
V és valami szám, és hogy ebben menekülnek a tettesek, hogy autót megállítani, elkapni. Kimentünk a utcára a kollégámmal, és látom, másik irányból jött egy piros autó, piros Lada, és én tudtam, hogy ezt a piros Ladát, ezek a pápai, akkor még ilyen Ladával szokták használni, ez egyből gyanús is volt. Akkor kihajtottunk mögé, megpróbáltuk megállítani, meg is álltak, de mire kiszálltunk autóból, addig megint elindultak. Aha. És akkor ez még gyanúsabbá tette a helyzetet. És a rendszám, piros autó, és a rendszám BAV-t látom, igen, hogy ez az. Utána gépfegyverekkel szóval megállítottuk őket, és így kitéptük autóból, megbilincseltük, meg azt hittük, hogy tényleg ezek a tettesek. Ja. Akkor be is jelentettem a rádióba, hogy el vannak kapva, és akkor kéri a szolgálatos, hogy akkor diktáljam a neveket, ja, meg a rendszámot, egészet. Igen. És én mondtam, és a kollégám akkor jött hozzám, hogy ez nem is BAV, hanem BAY. Igen. Igen. Hogy elnéztük. Szóval autó sem volt olyan, a rendszám sem volt olyan, úgyhogy és ők hallották a rádióban, hogy félreértés talán. Igen. Nem hívtuk erősítést, mert amikor még hajtottuk őket, igen, akkor, hogy erősöm, de mert ha meg voltak bilincselve, akkor jöttek a szembe a kollégák, akik már idősebb rendőrök, és akkor ezek pápai szóltak, látod itt a fiatal gyerek, azt se tudja, hogy mit csinál, még hogy engedjük, igen, el őket. De én nem akartam csak úgy elengedni, aha, hogy ezek biztos valami... kivégeztek. Valamit csináltak. Ugye akkor átkutottuk autójukat, megfújattuk, nem így, szóval, mert csak úgy miért menekül, ha nincsen még, ja, probléma. Hát, és nem volt tényleg semmi. És akkor, hogy akkor tényleg nem jogtalanul, vagy nem volt ok arra, hogy megbilincselve, vagy előállítani. Aha. Akkor próbáltam kinyitni kulccsal a bilincsét, de annyira remegett a keze, hogy nem tudtam eltalálni azt a kulcsjukat, és meg kellett szorítanom a kezét, mert tényleg remegett. Ja. És akkor először életemben úgy megtapasztaltam, hogy ez a nagy alvilág azért mégiscsak nem olyan kemény, mint ahogy mutatják, hogy azért mégiscsak és sima rendőr, kis fiatal rendőr megbilincsel, és akkor érzi, hogy ez most beremegett a keze. Aha. Doktor úr, hogy fogadta azt, amikor bejelentették a 10-es gyilkosságot a Fontana étteremben? Tehát Szlovákia egyik legvéresebb gyilkosság volt az ott, és igen, volt akkor a rendőr kapitány az Erdei járásban. Igen, mert amikor ez történt, pont akkor érkeztem haza, és ilyen átöltöztem otthoni ruhába, és akkor jelent, vagyis hívott egyik barátom, hogy tudom-e, hogy lövöldözés van Édenbár, vagy igen, bár környékén is. Mert eddig még nem jelentette senki ezt sehova, még nem hallottam semmit. Csak ez a barátom is mondtam, hogy ott van valahol, és hogy hallja, hogy lövöldözés van. És akkor kérdeztem, hogy kifelé lövöldöznek, vagy milyen lövöldözés, ja, van. Mert szoktak ők lövöldözni ilyen rendszám, vagyis ilyen közútforgalmi táblákra. Aha. Csak úgy. Csak ilyen, úgy? Csak úgy. Szóval hát voltak lyukak mindenhol. Gondoltam, hogy csak valami ilyesmit csinálnak, vagy ők valakit meggyilkolnak ott. Na erre gondoltam. És akkor mondtam ennek a illetőnek, hogy maradjon ott, és hogy figyelje, hogy mi történik, hogy tudja. Igen. De szóval meg hallottam is a telefonban a lövöldözéseket. Na és akkor már kezdtem átöltözni, és közben utána már hívott a rendőr, ez a szolgálatos, hogy bejelentették, hogy lövöldözés van a Fontana várba. És indultam rögtön oda a Fontana várhoz. És amire odaértem, addigra már vége volt a lövöldözésnek, és a mentők jöttek, és mentőkkel együtt mentem föl a helyszínre, és láttam sok hullát, és én akkor azt hittem, hogy ezek a pápaiék valakit megöltek, mert ugye őket nem gondolta volna senki, hogy valaki itt otthon megölt. És néztem, hogy kik ezek, mert úgy többnyire arccal lefelé feküdtek, és a legvégén a sarokban láttam a pápait, és akkor valójában azonosítottam azt, hogy nem ők, hanem őket. Hogy egész megfordult a helyzet, hogy ez van. Mikor belépett oda,
látta azt a sok halott embert, vérben fürdő embereket. Egy rendőrfőkapitánnak mi ott azonnal az eszébe? Először az jött eszembe, hogy hogyan oldjuk meg, mert ugye, ahogy mondom, én azt hittem, hogy ők. Igen, nem őket. Hogy ők lövöldöztek, és hogy itt a sok hulla, és gondoltam, hogy mert ők, ugye, ha valamilyen lövöldözés vagy gyilkosság történt, akkor másnap szoktak jelentkezni alibikkel, hogy ott voltak, ja. minden be volt biztosítva, ott sorba álltak a rendőrség előtt, hogy azonos, hogy elmesélni, hogy hol pontosan ja. tartózkodtak. És ezt akartam valahogyan másképp megoldani, hogy, mert azt gondoltam, hogy biztos fognak jelentkezni, és alibikkel, még barátokkal, még barátnőkkel tanúskodni, ja. hogy ők egész máshol voltak, nem itt. Na, ez járt a fejembe. Hogy oldjuk ezt meg, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy ők voltak ezek. És amikor rájöttem arra, hogy ők a halottak, akkor egész koncepció megváltozott, mert akkor ez egy komplett más helyzet. Aha, tehát egész másképp kell gondolkodni. És ezzel műtött az is, hogy valójában, hát, mert azon törekedtünk, hogy valahogyan becsukni, vagy megvádolni igen. őket. És valójában ezek, akik meggyilkolták őket, megelőztek minket, és így lett vége, nem úgy, hogy börtönbe fejezték ja. be a pályafutásukat. És ezt olyan bánatosan vettem, hogy valójában így lett vége, nem úgy, hogy elkaptuk, megvádoltuk, és börtönbe mennek. De azért sikerült valamit fölgöngyölíteni ebbe az ügyből. Utána járni. Hát nem utána, hanem a komplett. Komplett ügy. Mm. És ez hogy sikerült? Hát ezt nem szeretném elmesélni, mert ez nagyon bonyolult helyzet. Másképp csináltuk, mint addig. Az volt, hogy a rendőri, mert ugye tudtuk, hogy kik a tettesek nagyjából. Nagyjából lehet tudni. Nem nagyjából, hanem pontosan. Igen. Ugye másnap jelentkezett a sátor, még ki más lehetett ja. volna, hanem ők, hogy csak ezt be kellett valahogy bizonyítani. És ez annak idején úgy lehetetlenné vált, hogy a maffia gyilkosságot bebizonyítani a tettesnek, vagy a tetteseknek az egészet. Ők is azt hitték, hogy ez így lesz, mert ugye jártak. Na, és én úgy döntöttem, hogy valahogy úgy fogjuk ezt megoldani, hogy van a nyomozói, ilyen tím, aki alakult, hogy ezt megoldja, meg a saját maga a rendőrség, hogy úgy olyan nyomást fejleszteni ki a létezésükre, hogy valahogyan hibázzanak, vagy ilyen kisebb bűncselekményre szétrakni a életmódszerüket, hogy valahogyan vagy fognak hibázni, vagy stresszbe, vagy pánikba, hogy egyik a másikát hibázási kényszerhelyzetbe tanúskodni fog. Szóval valahogyan kikényszeríteni a rendőr nyomással, hogy ne tudjanak úgy felállni, hogy utána aztán nem lehet bizonyítani semmit. Aha. Tehát egész és ez volt másképp, mint bárhol máshol, Szlovákiában, hogy össze volt vonva egész rendőrség. A rendőr nem tudták, hogy miért szolgálnak ott, vagy miért így, igen. miért úgy. De valójában a nyomozó egység, aki nyomozott, azok meg ezt felhasználták. És így valójában sikerült ezt aha. bizonyítani. Mert végtére 2003-ban Sátorik megöltük Écsit, a pápai klán utolsó tagját is. Tehát ezzel valójában a pápai klán végzett. Amilyen volt a kocsis Norbi. Az egy külön eset talán. Itt is történt egy merénylet ebbe a faluba ellene. Én akkor kerültem először testközelbe ilyen eseménnyel, amikor Nácigen pont itt is egy lövöldözés volt. Most erről beszélek, itt ott egy merénylet a kocsis ellen, csak nem sikerült őt megölni, hanem a sofőrt. A sofőrt, meg a testőrét. Nehéz és testi sértésért, mert szétlőtték a hátát, ott láttam. Beleit. Problémája volt, igen. Hát erre úgy emlékszek vissza, hogy mint polgármester, és egyik képviselő hívott, hogy gyere gyorsan hozzám, mondom, mi a gond? Hívjál mentőt, rendőrt, meg aki tud. Na már én mondom, hívjál rendőrt, mentőt, most mi van? Szóval valaki bekopogott, kinyitottam be ajtót, és beesett hozzám. Elmentem oda, és akkor kopogok, és mondja, hogy ki vagy.
mondom, most hívtál, nevedet mond meg pontosan, hogy mikor születtél, mondom, normális, hogy elmondtam, beenged, és ott pedig egy hatalmas emberke, és kérdem tőle, hogy hogy van, azt mondta, voltam már jobban is, és láttam, hogy a hátam egy lőcsebb, hát, régi egészségügy is, próbáltam is micsodázni, de rögtön azt mondta, hogy zárjam be maga után az ajtót, és kint már egy halott van. Akkor ezt elmondta, hogy és átfutott a hátamon a micsoda, azután, amikor megjelentek a rendőrök, megtaláltuk az autó mellett a halottat, és aztán jött két tábor, egyik tábor a megyeri tábor, a másik tábor meg egy másik tábor, és a kettő között találtam magamat. És szerencsé, ott volt még egy autó hagyva, és elkezdtek beszélgetni. De ahogy ők beszélgettek, én úgy megsontam, mert mondom, egy golyó a gellárkabit, elkezdek lövődözni, én sem vagyok biztonság. Tehát azt az esetet én le is írtam az egyik könyvembe, Estülő őrzőzések című címszó alatt Nátszegen, amire a mai napig élénken emlékszek, hogy mi történt. És ami érdekes, hogy azt a hátba lőtt emberkét a mentő elvitte, de aztán szóval nem oda került, ahol éppen a kórházból el is vitték. Tehát akarva akaratlanul is kapcsolatba kerültem itt azok az emberekkel, akik azért ezt kivégezték. De a kérdésem az, hogyan alakult a gyilkosság után a szerdahelyi helyzet? Milyen lett a szerdahelyi élet az emberek? Mert gondolom, hogy azért nem minden nap történik egy ilyen eset, egy város, sőt, egy kisvárosba. Kimertek menni az utcára, vagy hogyan gondolkodtak, hogy mi van itt most? Vagy közvetlen utána úgy lehetett érezni, hogy megszabadult a légkör. Aha. Most akkor vége a mafia világnak. Föllélegeztek. Most föllélegeztek. De ez csak rövid ideig tartott, mert utána megint izgultak, hogy ki fog jönni, megint védőpénzeket szedni. Szóval, hogy és nem jött senki, vártak, és akkor olyan bizonytalanság. Szóval akkor a Dunaszerdahely föllélegzett. Utána ön rendőrfőkapitány helyettes lett, amikor kinevezték. Ott teltek azok az évek Pozsonyba, és mire fókuszáltak legjobban? Itt a tapasztalatom, a járási szintű rendőrség, meg a nyomozás összefonódása. Ez egy bizonyos, ugyanígy akartam ezt megszervezni egész Szlovákia szerte. Hogy így lehet a világot megállítani, korlátok mögé szorítani. És próbáltam olyan intézkedéseket hozni, hogy ez sikerüljön. És ugye eléggé sikeres is volt ez elején, tehát utána egyre nagyobb volt az ellennyomás, mert olyan szintig jutottunk el, hogy már nagyon közel jártunk a legfelsőbb vezetésekhez, vagy politikához, és akkor ez már nem volt annyira kívánatos helyzet. Ön egyszer azt mondta, hogy ezek a csápok egészen a parlamentig vezetnek, és ez eléggé komoly vitát váltott ki, még a belügyminisztert is akkor hazarendelték szabadságra. Igen. Mi volt ez, hogy elérnek a csápok a parlamenti legfőbb vezetésig, vagy a politika legfőbb vezetéséig is? Hát ott egy beszélgetésem egy újságíróval, úgy, mint itt, és akkor így rákérdezett. Én nem újságíró, úgy. Jó, de ilyen persze, értem, riportot. Persze, igen. Úgy az volt, mert én nem szeretek sokat beszélni, főleg nem ilyen komoly rendőri témákról, mert úgy bizonyos titkok vannak, még nem szabad mindent elmesélni. És ezért nem is faggatózok. Sokat szerepeltem, sokat mondtam a médiáknak, de én valójában nem a médiákkal beszéltem, hanem én alvilággal. Aha. Üzentem, beszéltem, mondtam, csak tudtam, hogy mennyit mondok, hogyan mondjak, hogy ők tudják, hogy miről beszélek. És én ővelük próbáltam kommunikációba lépni így. És sokan azt hitték, hogy én csak úgy mondom, hogy éres akarok lenni, mert állandóan beszélek a tévébe, riportokat készítek, vagy adok újságíróknak, de ennek ez volt a értelme. Itt Dunaszerdahelyen ez volt egy csallóközi helyi újság, igen. És ezen keresztül szoktam velük beszélgetni,
mert a Barak fő... Laci, egyszer megkérdezte azt mondta, hogy Barak Laci, hogy na, merre járok én haza, és maga azt mondta neki, nem mindig ugye az utcán megy az utal, nem? Igen, rávettem, hogy a médián keresztül lehet velük kommunikálni, és értik, és figyelik, és olvassák, és akkor vagy törbe csapni őket, igen, vagy... Szóval üzenni neki olyat, hogy csináljanak valamit, lépjenek, és mink várjuk őket a másik oldalon. Szóval ez volt egyik módszer. Aha. És meg a másik módszer az, hogy magamra vontam a figyelmet, hogy a rendőrök nyugodtan dolgozhatnak, ne ők legyenek a célpontja a ellentámadásnak, hanem magamra vállaltam sokszor mindent, és valójában többnyire ez a inspekció, minisztérium, nútra, ez állandóan csak engem bent vizsgálat alá, meg én voltam a fő célpont, hogy a rendőrség visszaért a hatáskörükre. Szóval négy. Ön mindig halkan, óvatosan nyilatkozott. Egyszer azt mondta, hogy ők tudják, hogy miért, mi tudjuk, hogy miért, ennyi elég mondani, és ha tudjuk, akkor ők ezt tudják. Mi rejlik ebben a számomra? Majd... Ez rosszul van lefordítva. Igen, ez nem így hangzik. Ja. Ez is ilyen beszélgetés. Egy üzenet, hogy mert ugye a alvilág is, mert voltak emberi rendőrségek, tudták, hogy mit akarunk lépni, és azt akartanék mondani, hogy miink tudjuk, hogy ők tudják. Igen. Hogy mi tudjuk, hogy ők tudják. Szóval tehát ez ilyen... egy fajta üzenet volt, egy ilyen kommunikáción belül. Ez ilyen kommunikáció volt a világgal. Na és ilyen beszélgetés során rákérdezett egyszer ez a újságíró, hogy hova egész ér el ennek a világnak, ennek a polipnak a csápjai. Igen. Hogy egész például a parlamentbe, és én mondtam, hogy igen, egész odáig érnek el a csápjai. Aha. És ez volt ilyen botrányos kijelentés. Ez egy biztosítékot aztán. Csak én tudtam, hogy konkrétan hol vannak ezek a csápok, mert utána egyik parlamenti képviselőnőt meg is vádoltuk a olajos ügyekbe. Igen. Szóval tudtam, hogy amit mondok, hogy az úgy is van, én nem mondtam soha csak úgy hülyeséget egy vaktába. Mi először személyesen 2004 februárjában találkozhattunk. Önnél Pozsonyban kértünk Racskó Pali barátommal egy audienciát, hogy szeretnénk önt meglátogatni. Mert akkor volt egy olyan eset Nácén, amikor a kolléganőm este nekem jelezte 10 órakor, hogy a férje nem érkezett haza. És kérdeztem, hogy nem érkezett haza. Önnek kellett valami menni a gyerekére az óvodában, nem ment el. Este, az 8:30-9 körül, vagy 10, de mondom, és akkor mi van? Hát, hogy munkába se jelent meg, itt dolgozott az szomszéd Királyrévbe. Hát, talán én is, amivel hasonlítok önhöz, hát rögtön vettem a kalapom, és akkor hát menjünk, próbáljuk keresni, mert az már 10-12 óra, ha reggel megy 7 órakor munkába, este már 10 óra, ez már 10-valahány óra, 5 óra eltelt, és hát átmentem gyorsan a szomszéd faluba, és hát ott ült az állami birtoknak a vezetőség, és pont tanakodtak, hogy mi is történhetett. Hirtelenben eltűnt, és akkor próbáltuk azért magunk módján, hát rendőrségen köröztül, mindenen köröztül keresni, míg nem aztán a diákok mondták az iskolában, hogy ők látnák, hogy a rendőrök megállították, átvezették a másik, akkor pont akkor jöttek a busszal. És addig keresik, míg meg nem találtuk. Két érdekes dolgot szeretnék én még kérdezni ezzel kapcsolatban. Látnokok. Mit mondnak önnek? Bevonják önök a látnokokat is a munkájukba? Igen, volt olyan eset is, hogy igen. Van olyan képességük? De azt is mondom, hogy nem volt sikeres. Igen? Igen. Mert én nem hiszek a látnokokba. De hát megtettem mindent tényleg, hogy valamit tudjunk az eltűnt szeméről, és a mai napig
egy dolog, ami úgy nem megy a fejembe. Mindenhol kerestük az eltűnt szemét, a rendőrökkel, a akkori rendőr parancsnokkal, közösen Nagyszombatból, akitől majd egyszer kitérünk, aki rá akartak beszélni, tanúskodni ön ellen. Helikopter biztosítani, csak akkor tűnt fel nekem egy dolog, amikor helikopter szerettem volna, hogy valahogyan gyorsabban tudjuk keresni. A rendőrség, hogy rossz a helikopter, meg mit tudom én, hát azt fölhívtam az akkori belügyminiszter Palkót, és kértem őt, hogy nem tudna biztosítani, mert azt mondjuk, hogy rosszabb. Azt mondta, hogy persze, azt mondja, hogyha szükség van rá, és hol menjen a helikopter. A rendőrök ott tettek pont ment nálam, és kérdeztem tőlük, hogy urak, hát van helikopter. Kicsit mondta, hogy van, hát most beszélek a belügyminiszterre, hol jön a helikopter, akkor eljött nátszik a helikopter. Nem találtok meg. Na, de ami engem azóta, micsodál, maga engem figyelmeztetett, amikor elmentem. Szakmailag én egy papír cetlit adtak, vagy kaptam a községi hivatalban a radiátorra letéve, azon rá volt írva, hogy hol találom meg ezt a szemét. A mai napig nem értem, hogy miért oda tették, és pont nekem tették oda. Azért, mert én annyira kerestem, és kíváncsiak voltak arra, hogy én fogom-e tovább keresni? Nem tudom. Nem, ez nehéz, ugye? Nem tudom. És elmentem keresni, megtaláltam azt a helyet. És kitette oda ezt a papírt? Mai napig nem tudom, én ebédre elmentem, jöttem vissza ebéd, és pont ott tudták, nagyon hát ott megyek, meglátom, ott van a radiátoron a papír. Én megvettem, megnéztem a leírást, és mondtam, ennek itt kell a környéken lenni. Én megtaláltam estére, és akkor jött nekem ez a látnokság, mert amikor kerestük, hát a látnokat fölhívtam itt-ott, hogy hol lehet, és azt mondta, olyan 200 méterre, ahol vagyok akkor. Az a hely, amiről most beszélek, olyan 200 méter, nem találtuk meg ott azon a helyen. Tehát a látnokság, de volt egy másik, ugye, amikor a látnok azt mondta, amikor két vízbe fúlt embert kerestünk nátszén egy hónap után, és fölhívtam, és azt mondta, hogy menjek 250 métert, az egyik ott van felakadva, így áll ki egy prittyága a Dunába, és a kabáty ott van rajta felakadva. Hát már mondjuk, hogy itt járunk 200, és tényleg az ott volt. Tehát azóta kering bennem az, hogy higgyünk el látnoknak, vagy nem higgyünk. Tehát néha segítik a munkáikat, mert szokom hallani, de néha nem tudják segíteni. Tehát nincs akkora adottságok, hogy tényleg mindig segítnek. Vagy mikor vonják be őket? Volt olyan esemény, hogy megpróbáltuk ezt is, de nem volt szerencse, nem tudtak segíteni. Aha. Többnyire akkor, amikor azok, akiknek a személyüket keressük, vagy igen, úgy érzik, hogy a rendőrség nem tett meg mindent, amit megtehet, és ő javasolja, hogy van egy ilyen valami ismerőse, vagy tudja, hogy van ilyen látnok féleség, akkor hogy megnyugtassuk, hogy tényleg megcsinálunk mindent, amit lehet, akkor úgy olyan... Tehát nem pszichiailag megnyugtott ez a látnokság. Valami nyugtatott, tényleg megcsinálunk mindent. Ja, értem. Utána 2010-ben mit érzett akkor, mikor az akkori belügyminiszter Lipsic úr kinevezte országos rendőr főkapitánnyá? Hát valójában a Lipsic úr megkért arra, vagyis beszélgetni akart velem, és megkért, vagyis mondta ötletét, hogy föl szeretnék kínálni ezt a pozíciót, hogy vállaljam el csak. Ugye én nem akartam csak úgy elvállalni, mert tudtam, hogy vagy fogom csinálni rendesen, vagy inkább sem, hogy nem akartam csak olyan rendőrfőnök lenni, hogy csak vagyok, és örülök, hogy én vagyok a rendőrfőkapitány. És akkor voltak ilyen kéréseim, hogy a personálpolitikát nem fogja befolyásolni a politika. Vagyis ő, mint miniszter, igen, én fogom kiválasztani a beosztottokat. Még a rendőrség így. Szóval voltak ilyen föltételeim, és a Lipsic úr meg ezt elfogadta, hogy ez így rendben van. És akkor gondoltam arra, hogy ha ez tényleg így van, akkor ezt nagy kár vagy bűn lenne nem kihasználni, igen, hogy a rendőrséget valójában átformálni és megoldani úgy, hogy
akcióképes legyen bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben. Mi történt az adott idő alatt, hiszen reformokat akart létrehozni, mennyire sikerült? Hát nagyjából semennyire, mert ugye én be akartam vezetni olyan értékelő rendszert, aki saját maga motiválja a rendőrt, hogy dolgozzon becsületesen és rendesen, és ez a rendszer tudja azonosítani, hogy a rendőr megfelel arra a pozícióra, vagy másra van tehetsége. Szóval ez valami fantasztikus lett volna, ha sikerül bevezetni. A rendőröknek is segített volna megoldást találni arra, hogy milyen tevékenységre van tehetsége, vagy alkalmazása. Nem mindenki jó járőrnek, nem mindenki jó nyomozónak, vizsgálónak, szóval. És ez a rendszer ezt ki tudta volna mutatni, hogy milyen helyre való. Helyre, milyen eredményeket tud elérni. Ott, szóval ez ilyen rendszer. Aha. Ez képes lett volna erre. Csak ilyen változtatást nem lehet megoldani napról napra. Ezt előbb-utóbb adni, megértetni a rendőrökkel, hogy mire, hogy alkalmazni, hogy szervezni az egészet. Én ezt kipróbáltam kicsibe, itt mikor járási rendőrfőnök voltam. És működött? Igen. Ugye nem tetszett a rendőröknek, mert tényleg ez kimutatta, hogy valaki dolgozik, vagy nem. Nem. Milyen eredmények, ez pontos. De a járási rendőrség magába nagyobb eredményeket, vagy több vizsgálat, többet tudott nyújtani, mint egész nagyszombati rendőr kerületére. Keret. Aha. Csak együttesen. Ez ügyet. Igen. Szóval a rendőrök ezt firtatták, hogy ez nem volt jó, vagy ez nem jó semmire se, de én ezt tudtam akkoriban bizonyítani, mert bármilyen bűnözés, vagy kártevés, vagy igen, kihágások szempontjából a kerületi rendőrfőkapitán parancsokat adott, hogy erre figyelni, ezt csinálni, amazt csinálni. Én mindig csak egy választ tudtam írni, hogy minket már megcsináltuk, hogy Roszkáz rejtjele csíszló stíri, mert 4-es volt a számja. És mindig kérdeztem, mi ez a Roszkáz csíszló stíri, mit akarok ezzel? És akkor elmagyaráztam neki, hogy nézze, eredmények ezek, és ezt megoldás ez, ennek a eredménye ez. Szóval egyszerű volt, és hatékony. Csak és ezt akartam bevezetni 10-től Szlovákia szemben. Csak ugye ilyen nagyobb volumennel ez nem működik annyira, nem, olyan gyorsan. Nem olyan gyors, mert itt mind járási rendőrfőnök, én tudtam személyesen ezt irányítani, menedzselni. Rálátása volt. És itt egész országban ezt egy ember nem tudja úgy, hogy elmagyarázni a beosztottjaimnak, azok megint a következőknek, és erre több időre van szükség, nem. Még a 4 év is kevés nagyjából, de nekünk egy évünk se volt egy egész év, hogy ezt legalább ilyen próbaszerűen bemutatni és eredmények alapján kimutatni, hogy ez tényleg hatékony, vagy nem hatékony, vagy hogyan alkalmazni, mert a 2010, ugye az októberben kezdődött, ott az előkészítések, hogy januártól elkezdjük ilyen próbaszerűen, igen, de 11 októberben megdőlt a kormány. Igen. És akkor már utána már megint nem volt semmi. Úgyhogy nem lehetett még egy kalendár, vagy hogy is mondjuk, naptári évet befejezni, hogy bemutatni. És mert a rendőrök még nem jöttek arra rá, hogy ez tényleg mire jó ez a működőképes rendszer. Igazgató, most, hogy a miniszter úr tanácsadója lett, szintén reformokról beszélünk, és azt mondjuk, hogy 2024-ig kell befejezni. Most fog sikerülni? Nem. Most sem. Mert nincs politikai akarat. Nem az a probléma. Itt nagyjából ugyanaz a probléma, mint 2010-ben, hogy az első naptól kezdve nem volt biztos, hogy kibírja ez a kormány végig. A 4 évet. Ugye, és a rendőr, vagyis nem is csak a rendőr, összes ember olyan, hogy most taktikusan gondolkodik, most milyen rendszerhez legyen hű. Igen. Ehhez a újhoz, most ez megdől, megint cserélődnek, most engem is ki fognak dobni, vagy lecserélni, kihez... Hova menjek, merre helyezkedjek? Hova helyezkedjek? Ez minden, és a rendőrök is ezt... Ez való érthető is talán, nem? Ez érthető, ezt magától érthető, úgy, és akkor sem volt
biztos, hogy legalább az a 4 év megmarad, mert ha ezt sikerült volna akkor bevezetni, akkor ez kizárta volna azt, hogy politikailag, hogy bármilyen külső hatásra valakit le lehessen váltani, csak eredmények, és akkor tényleg, aki eredményes, az juthat előre, el tudta volna a rendőr tervezni, hogy én most rendőrfőkapitány akarok lenni, vagy bűnügyi nyomozó kerületi szinten, vagy bármilyen célt kitűzött, és megnézi ezt a rendszert, és akkor le van írva, hogy ha ez akarsz lenni, akkor muszáj ide menned, ilyen kurzust végezni, ilyen eredményekkel. Tehát meg volt a létre, hogy hogy lehet oda jutni. És ez nem engedélyezte volna a belső-külső oldalnyomásokat, sehogyan se. No, és úgy, mert ez nem tetszett a rendőröknek, hogy hiába volt ismerős, volt a keresztapja, vagy éreztem, hogy most ez a létre jön, akkor, hogy... Mi lesz tovább? Akkor dolgozzak, és így legyek eredményes, ez így nem jó. No, és most, mert akkor kevés volt a idő. Igen. És most is elétől kezdve nagyjából az a helyzet, hogy nem biztos, hogy a kormány végigbírja az egészet. Hát úgy néz ki, hogy nem ugye? Biztos. És a ellenzék meg nagyon keményen, már most egész odáig fajult a dolog, hogy fenyegeti a rendőröket, nehogy csinálják azt, mert ez politika, mert hogy leszámolunk veletek, ha visszakerülünk. Igen. És a rendőrök már, ugye, és ilyen helyzetben ilyen reformokat megoldani, szinte lehetetlen. Lehetetlen. Örök, nyugalom. Egyik dolog, a másik dolog meg a Covid problémák, háborúval való problémák. Mindenhol a rendőrség a első vonalban ott van. Lenni. Ott kell lenni. Ilyen helyzetben változtatni rendőrségeket, nem is pozíciókat, mert akkor újraépíteni rendőrséget, ez lehetetlen, mert akkor itt állandóan rendőröknek több mint 100%-ra muszáj volt akcióképesnek határt védeni, Covid ellenőrzések. Ott lenni. És ott lenni, és vigyázni, és akkor megint a ellenzék demonstrációkat szervezett Bozsonyba, mindenhol. Ott lenni. Ott lenni, vigyázni, mert elég eldurvultak már most. Igen. Eldurvultak ezek a demonstrációk, nem nyugodtan. Kimennek és mondják, hogy mi a helyzet, hanem most tört agresszívan, és akkor vigyázni. No, és ilyen helyzetben nagyobb reformokat megoldani valójában lehetetlen. Ugye csak olyan reformokat tudtunk megoldani, ami nem a egész rendőrség átszervezése, hanem csak inkább olyan, mert van ez a Fond Potpourri Európai Pénz. Igen. Újjáépítési program. Újjáépítési program. Hogy ebből tudjunk pénzt meríteni a rendőrségre, akkor muszáj volt egy kis átszervezést, hogy újraépíteni valamit, és akkor 20 éve próbálkoztam én is meg megszervezni bizonyos alakulatokat, meg tevékenységet, csak nem volt soha rá pénz, meg nem volt annyi pénz, meg nem volt olyan akarat se. És azokat most meg tudtuk oldani, és finanszírozni európai pénzekkel, de ez is csak, ez megtörtént. Szóval, hogy tekint vissza azokra az évekre, amikor helyettes volt, mert azt mondom, hogy keserű szájűzzel jött, amikor Kalinyák leváltotta, utána lett a Slovnaft biztonsági igazgatója, főnöke, ahol együtt dolgozott a jelenlegi miniszterúrral, utána hogy értékeli a rendőrkapitányi tisztséget, és mit tenne másképp, hogyha újra oda menne, de azt tudom, hogy maga kijelentette, az, hogy én nem szeretnék rendőrfőkapitán lenni, csinálják ezt a fiatalok. Igen. Én, amikor alkalmam volt, akkor próbáltam mindent, amit csak lehetett. És most ugye, most beszéltem mostani rendőrfőkapitánnyal, és ugye én 2000, mikor főkapitán helyettes voltam, 2004. Igen, 6-ig, igen. Megalakítottam megint a szervezett bűnözés elleni főosztályt, meg szóval mindent, ami a szervezett bűnözés ellen fontos, hogy a rendőrségnek legyen ilyen szervezete, ezt megalakítottam, mert azt se tetszett majdnem senkinek, se a rendőrök nem értették, hogy mit is beszélek, és sok ilyen belevaló, tényleg csontig vérig rendőrök úgy hallgattak, hogy mit beszélek, és mondja nekem, hogy járva, mink
fogalmuk sincs, hogy mit beszélsz te. Nem értették. Nem értették, hogy hogy is akarom ezt az egészet, mert ők úgy más rendszerben, szóval nem értették, mit beszélek, és mondták, hogy te már valahol 2020-ban jársz. Megelőzte a kort. Még akkor 2004 én volt. Igen. 2020-ban. És eszembe jutott most 2020, és megint beszélik a rendőrökkel, és megint csak ugyanott vannak, ahol 2004-ben. És meg azt mondja, hogy 2040-ben bejár talán, nem? És még mindig. Csak azért van egy kis változás, mert most akartam mondani, hogy ez a rendőrkapitány mostanival, a Hamran Pistával mondja nekem, hogy nekem az volt a pes, vagy hogy mondjam, sorsom, igen, hogy én ebben a 2001 ilyen években voltam ez a rendőrfőnök, és akkor akik, én nem tudtam olyan csapatot összeszedni, hogy ilyen új gondolkodású rendőrökkel, mert azok többnyire mind, még a szocializmusban... Te régi vágású, ugye régi vágású, régi vágásúak. Nem mondom, hogy ez rossz, mert de régi vágású, nem is volt kedvük nagyon már új valamit, új fölfogásba tevékedni, hanem csak a régi, igen. Jó, becsületes, de most ő neki vannak kollégáik, akiket most beszervezett a csapatába, akik már nem élték meg a szocializmust, nem abban ide voltak menedzserek, nem azok már hogy kicsit más fölfogásúak, és könnyebben értik, hogy mi is van nekik mondva. Szóval, ez olyan egyszerű. Tehát megváltozott a helyzet is, a társadalmi rendszer is, és a fiatalok, hogy jöttek, könnyebben fölfogják, amit akarnak. Igen, mert ők egy picit könnyebben, igen. Sok mindenről beszélgettünk, idő is azért eléggé gyorsan halad, de amikor magát átvilágították, némelyik esetben csak 5 kérdést tesznek föl, maga 376 kérdést kapott. Mi volt ennek az oka? Nem akarták, hogy megkapja az átvilágítást? Ezt tudom én is, mikor előjáró voltam, hogy is átvilágítottak, a kollégák szóltak, hogy lesz. Ők azt mondták, fél nap, még mit ott voltak, hát nekem 300-at behívtak, 167 kérdést tettek föl, míg végül megkaptam. Ez a háradni beszpecsözték órát? Igen. Hát maga 376 kérdés, az nem semmi. Hát ez nem. Mi volt az oka, hogy... Hát... Még 2001, vagy mikor megalakult ez a Nemzeti Biztonsági Hivatal, igen. Kezdte a tevékenységét, és akkor más rendszer alakult ki erre a bizonyos titkos iratokra, meg így. És érdekes módon azok, akiket én úgy láttam, hogy korruptak, még alvilágnak dolgoznak, még azok elsőként kapták meg ezt a átvilágítást. Azonnal. Egy pár nap alatt beadtuk, és valami volt olyan, hogy csak őnek jó volt átvilágításra, nekem meg nem, mint rendőr bűnügyi főnökigazgatónak. Én esetemben ez 9 hónapig tartott, amíg végül is valahogy megkaptam. És mikor rendőrfőnök voltam, akkor is egy pár hónapig tartott, utána megkaptam, és 2 hétre rá megint elkezdték megint újra az egészet, és akkor mondtam még, hogy most megcáfolják a saját munkájukat, mert ami a probléma, az még az nem most történt a 2 hét alatt, igen, hanem az még abban időben, amit átvilágítottak, átvizsgáltak, igen, vagy rosszul csinálták a dolgokat, vagy mi van most, ugye? Na, de szóval 376 kérdés. Erre mi volt a válasz, hogy... Ha, mert ott egy ilyen érzőszak, mikor a Szlota politikus minden héten sajtótájékoztatókat adott, és én voltam a fő célja, összeszedett mindenféle dolgokat, hogy miket műveltem az egész életembe, és ezeket összeszedte, és úgy benyújtotta ennek a hivatalnak, és akkor erről újraindítottak mindent, és akkor kivizsgálták összes ezt a sok mindenféle ügyemet, és rájöttek arra, hogy az a két illető, aki ezt a kérdés, ők becsületesen, igen, akarták csinálni, és ők nem tudták volna elképzelni, azt mondták nekem utána, hogy ebből hogy tudom magam kimagyarázni. Ja. Annyira tényleg össze volt rakva. Kemény információk voltak ott, hogy ezt nem, ebből lehetetlen, hogy ezt tudom elmagyarázni, hogy rendben legyen. És csodálkoztak, hogy el tudtam ezt mondani úgy, hogy tényleg nem tudtak kifogást,
és megkaptam ezt a átvilágítást. Tehát minden jó, ha vége jó. És csodálkoztak, hogy ezt nem gondolták volna, hogy ebből ki tudom magam magyarázni. Sőt, segítettek a kollégáim is, mert azok is, akiket kineveztem kapitányoknak, meg azok is gyanúsító voltak, hogy azért csinálom őket, mert hogy ők segítettek nekem ebben a hatalmas bűnözésben, és ők is átlettek ilyen keményen világítva, igazsági vizsgáló, poligráf vizsgálat. Végigment mindegyikük, igen. És ugye bebizonyosodott, hogy ez nem igaz, nem igaz, nem igaz, nem igaz, semmi se igaz. Ha már ennél tartunk a poligráf vizsgálatnál, mennyire lehet ezt használni? Mennyire releváns dolog? Ez attól függ, hogy kérdezik, és hogy értékelik. Tehát szubjektív. Azért nincs elismerve sehol a világon, mint bizonyíték, igen. Mert ugye nem 100%-os. Mert attól függ, hogy ha úgy kérdezem, hogy akarom, hogy átmenjen, akkor lehet, hogy átmegy. Ha úgy kérdezem, hogy nem akarom, akkor probléma van. Tehát ezen minden vizsga a szemeszterekben, hogyha... Azért egy kicsit több, mert több. Azért nem olyan egyszerű ez. Nem egyszerű. Itt esetleg... Az lehet a probléma, hogy akik vizsgálnak, ezek a szakértők, igen. Ők direkt nem úgy értelmezik, mint ahogy tényleg szükséges. Igen. Ez aha. Ő rajtuk függ. Tehát az értelmezésen sok függ. Igen. Mert például, hogy van ilyen kalibrácia, igen. Hogy kérdeznek, és akkor nézik, hogy reagál, beállítják a műszereket úgy, hogy pont jó legyen. Ez ilyen kalibrácia. És akkor kérdeztek sok mindent, és valaki ott elmondja, mert akkor elmondja. Igen. És utána kérdezik, hogy okrem toho, čo už bolo povedané, ste urobili, ste... Igen. És akkor okrem toho, nie. Igen. És akkor nie. De ezt, ha például beismeri, hogy gyilkoltam, ezt ugye nem számolják bele. Aha. Szóval... Ez ilyen nagyon túlzásba vittem, igen. De... Mindig értékelőktől függ, hogy tényleg becsületesen, vagy ő rajtuk függ, hogy értelmezik az egészet. Tehát az eredmény rajtuk múlik. Uh-huh. Doktor úr, miért ragasztották magára a Kattáni nevet, a szlovák Kattáni? Nem tudom. Nem tudja? Tehát hasonlított a Hapolip filmbe szereplő? Nem tudom. Nyomozóhoz? Például ezt a média, igen. Nem tudom, kik pontosan találták ki, mert én, amikor bűnügyi főigazgató 2001-ben lettem, akkor tartottam egy ilyen sajtótájékoztatót. Igen. Médiáknak. És elmondtam, hogy most mit fogunk csinálni. A világ ellen így, és elmentem, vagyis, mert én bíztam abba, hogy lesznek eredmények. Én tudtam, hogy lesznek, ha ezt így fogjuk csinálni. Annyira bíztam ebbe, amit itt Dunaszerdén csináltunk, hogy így ezt meg lehet oldani máshol is, biztosra. És ezt így el is mondtam, nehogy az legyen véletlen, vagy valami, persze. Hogy ez célszerű, és így. Aha. És akkor ott egy olyan újságíró, aki jelentkezett, hogy mondta, hogy ez hogy képzeli ezt, vagy hogy ez tiszta hülyeséget, beszélít hülyeségeket. És ebből aztán kijött ez, hogy olyan mind a Kattáni, megy, és megy. És nem adja föl. Valahogyan, vagy nem tudom miért, de így. Aha. De majd például szokok járni előadni a Univerzita Komenského, Fakulta Menedzsmentu, és ott mindig be szok mutatni ez a katedra igen. Vezetője. Ez Tanka, tanszék vezető. Hogy nagyon fontos vendég, előad, szlovák Kattáni, és így mindig ezt mondja. Mondom, nem mondja ezt, mert ezek már nem tudják ki ezeket találni. És akkor kérdeztem, ezek a negyedikesek. Igen. És mondom, most Kattáni, most nézte valaki, tudja, milyen sorozat ez a Polip? Igen. Senki. És tudják, hogy ki volt valamikor ez a Kattáni? Fogalmuk se volt az egészen. Úgyhogy... Szóval mi még tudjuk, ki volt az a Kattáni, mert még nézik a Polipot. Még pár kérdés... Egyszer egy korrupciós ügybe akarták magát keverni, hogy 300 000 kornát vett el csúszó pénzt. Mm. Mi volt ez? Utána nem volt igaz, persze.
valójában volt egy nyomozó, aki a 10-es gyilkosságban is elég részt vett, és én azt hittem, hogy tényleg jó, mert jó nyomozó is volt. Csak utána egy kicsit valahogyan az a világ beszervezte maga közé. Úgy hívták, hogy Drevenyák, az most van itt élve 17-19 évre. Kiderült, hogy tényleg a világ dolgozott. És őt én kidobtam a pozíciójából, és elment, leszerelt, és valójában ő volt a kulcsembere a Szerdai Sátor féle alvilágnak. Aha. Ő mondta nekik, hogy mikor megy a rendőrség. Szóval mindent elmondott nekik. A rendőrség nem elmondta, hogy alvilág mit csinál, szóval jól játszotta a játékot, hogy mindenhol ő volt a legjobb. Aha. Alvilágban is, meg a rendőrségen is. Olyan információkat jött, mert konkrétan tudta. No, szóval annyira hiányzott, és ezt szerették volna vissza szervezni a rendőrségbe, ezt a Drevenyákot. Csak tudták, amíg én ott vagyok, addig ez nem fog sikerülni. Lehetetlen. És akkor próbálkoztak a főügyészségen, szóval mindenhol megjátszották, hogy valójában, mert sok, nem csak a Szerdai Alvilágnak, több szinten is probléma voltam, úgyhogy összejátszott sok mindenki abba, hogy megszervezték ezt a hamis vádat, hogy vettem föl 300.000 koronát. Meg voltak a tanúk, szóval nagyon szépen föl volt ez építve. Csak volt egy kolléga, aki úgy szintén reszerelt, már volt rendőr. Ő lett volna az, aki tanúskodott volna, hogy oda vitt autóval a helyszín, ott állt, és látta, hogy borítékot vettem föl. Szóval ilyen több tanú is volt így beszervezve. És ő nekem ezt így elárulta, még mielőtt megtörtént volna ez a vádemelés, hogy ellenem ezt szervezik. És utána tanúskodott is, és valójában ez akadályozta meg az egész vádemelést is. És megint a Trnka főügyész, ugye ő is szerepet játszott abban, hogy ellenem garantálja, hogy tényleg hogy meg fognak vádolni. Ez a Markiza televízió is aztán ment, hogy össze-vissza, de ugye az volt a szerencsé, hogy én is bűnjádi elvárást indítottam bizonyos illetők ellen, hogy ellenem valami történik, és voltak tanúk hallgatva ebben a ügyben, ahol ők adták, ott nem volt semmi. És nyilvánvaló volt, hogy ez a igaz, amit én mondok, mert itt van tanú, van telefonlehallgatás, van minden, aki azt bizonyítja, hogy tényleg megszervezik hamisan, de akkor is a speciális prokurátor, a Kovácsik úr pont fordítva nyomozott, mintha én lettett volna bűnös. De valójában ez így jól is lett a vége, mert utána lezárták a nyomozást, hogy nem történt meg a ügy. Jogilag erősen ki volt jelentve, hogy ez így nem történt meg. Annyi. És akkor mondtam én, hogy na most akkor vádolják meg a világot, mert ugye hamisan vád, ez stressz, kriobinyenyé. És ebben a történetben az a érdekes, hogy a különleges ügyész, meg a főügyész, akik arra vannak, hogy a alvilág különböző speciálisan látták ebből, hogy a rendőr bűnügyi főigazgatót hamisan vádolja meg a alvilág. Konkrétan alvilág. És nem voltak képesek megvádolni őket. Én négy évig voltam civil, utána 2 évig rendőrfőnök, utána, és sokáig nem történt semmi. 10 év után szedték elő ezt a ügyet, mikor a Sátor csoport már itt vádolva volt, akkor véletlenül előkerült a Kovácsiknak a fiókjából, mert ott volt návoknak Odanyi Obzsalóvi. Igen. És egyszerűen 10 évig a fiókban volt, nem vádolta meg az alvilágot. Itt még be volt a horvát rendőrség is ebbe keverve. Hát ez egy komoly dolog volt. Bonyolult helyzet volt. Nagyon sokáig tartanak ezt elmagyarázni. Szóval ebbe be volt szervezve sok mindenki, hogy ez sikerüljön, de mégse sikerült. De és ilyen helyzetben én már voltam nagyon sokszor, hogy ilyen megszervezetten többször is próbálkoztam, többször meg is vádoltak. Sőt, akkor, amikor az autóval odaadta a rendőr kollégának, vigye az aztán összezúztak is az autót, és akkor magát vádolták akkor is. Sok ilyen történet volt. Előbb még említett a Sátor. Önnek jövőleg messzire elértek ezzel, hiszen egyszer egy vállalkozónak az
AV autóval vitt valamit, egy optikai műszert, tehát meg valahol bement egy motelba ebédelni, közben elvitték az autóját, és aztán valahogy ő találta meg. Vagy ő mondta, hogy hol van. Ha valójában ez is egy régi történet. Aha, tehát megtörtént ez is. Most hogy néz ki Szerdahely, hogy néz ki a rendőrség, milyen a bizalom a rendőrség iránt? Most nem tudom. Maga hogy értékel a rendőrség munkáját? Most egész más helyzet, nem értékelem én a rendőr munkát. Én most nem foglalkozok azzal, hogy a rendőrség mit csinál, hogyan dolgozik, mit. Én próbálok csak ilyen ötleteket, javaslatokat adni, hogy hogy lehetne ezt átszervezni. Szóval a jövőbe, nem azzal, hogy most mi van. Maga azt mondta, amikor az emberek nem bíznak a rendőrségbe, akkor szerez hatalmat az alvilág. Ez így van. Tehát az a fontos, hogy az emberek bíznak a rendőrségbe, ha valami történik. Hát nem is konkrétan a rendőrségbe, de legalább államban. Államaparátusban. Mert így született az alvilág mindenhol a világon, Szicíliától kezdve, New Yorkig, igen, akárhol, hogy emberek nem érezték a állam védelmét, és szükségük volt védelemre, segítségre, és akkor ezt nyújtja a világ. Most, hogy a miniszter úr tanácsadója, hogyan telnek a napjai? Mennyit kell besegíteni a miniszter úrnak? Hát ez besegíteni, nem így működik, hogy besegíteni, hanem vannak bizonyos döntések, és akkor tanakodunk, hogy így, vagy úgy, vagy most lépjünk, vagy mit csináljunk. Szóval ez egy ilyen érdekes munka. Érdekes munka. A Szlovnadban is az érdekes munka, amit végez? Az is érdekes munka, igen. Az mennyire beszél a napját, vagy mennyire elégítik önt az a munka, amit ott végez? Na, annak is megvan a maga varázsa. Mindennek. Mindenhol. Én amit csinálok, én mindig azt gondolom, hogy az a legfontosabb a világon, és úgy is próbálok hozzálátni, hogy ez így is van. Szóval nem... Tehát pozitívan áll hozzá az egészhez. Nem is, hogy pozitívan, hanem hogy ez igen, nagyon fontos, amit csinálok, és akkor úgy állok hozzá, nem úgy, hogy ez csak egy piti semmi, mert valamikor én nagy dolgokat műveltem, és most valójában, hogy ez valójában igen, semmi. Ahhoz képest semmi, úgyhogy ez a fontos, és akkor ezt egész erővel muszáj csinálni. Mi adja azt, hogy a rendőrségen rendőrhiány van, és eléggé komoly? Hát az, hogy a rendőr füzetés nem olyan, mint ami illene esetleg, igen, a rendőrnek, ahhoz a veszélyhez, még mindenhoz, amire ki van állítva a rendőr. Az egyik dolog, másik dolog meg, a rendőr szakma nem annyira, hogy is mondjam, attraktív. Sok fiatal ember vagy hölgy, vagy sok hölgy jelentkezik, csak kényszerből, mert nincs más, nem tud máshol elhelyezkedni, akkor legalább elmegy rendőrnek. És egy ilyen utolsó lehetőség, nem a első, hogy én ezt akarom csinálni, és ez vagyok. És van olyan, aki lehet, hogy így gondolja, és amikor belekerül rendőrségbe, sima rendőr, akkor látja, hogy ez nem olyan, mint a filmsorozat, hogy kaland, meg lövöldözés, meg harcolás, szóval nem olyan ez. Akkor rájön, hogy nem is ezt képzeltem el, és megunja. Szóval ez. Maga, amikor a rendőrség kötelékével dolgozott, mint helyettes rendőrfőkapitány, mint főkapitány, azt mondta a balkógyilkosság kapcsán, hogy egyetlen nyomozást se zárnak le azért, mert reménytelen. Így van ez most is? A nyomozást nem lehet úgy lezárni, hogy vége. Úgy le lehet zárni jogszerűen, hogy pillanatnyilag nem tudunk olyan bizonyítékot előállítani, hogy meg tudjunk vádolni konkrét személyt. Igen. De ez csak olyan, ez nem lezárás, ez ilyen, hogy félretevés. Úgyhogy, ha előjön bármikor
bizonyíték, vagy tanú, vagy lehetőség, akkor újra van nyitva ez. Szóval, és állandóan muszáj ilyenfajta félretett ügyekre is gondolni, nem úgy tekinteni rájuk, hogy most lezárjuk, és soha életbe nem fogjuk tudni befejezni. Tehát szem előtt kell tartani állandóan ezeket az ügyeket. A rendes nyomozó, meg aki tényleg, akkor minden nyomozónak van bizonyos ügye, amit be szeretne fejezni, meg ami a fő célja, és igen, akkor törekszik, és információ is jár, és próbálkozik. Ez az igazi rendőr. Aha. Aki soha se felejt, és mindig, amit nem lehet befejezni, lehet, hogy 2 év után, 10 év után jelen valaki valamire emlékszik, vagy valakivel összeveszik, és igen, akkor elmondja. Szóval mindig vannak remények. Doktor, ezzel a tapasztalattal, ami önnek van, élettapasztalat, nem-e volna érdemes kialakítani Szlovákiába egy külön minisztériumot a rendőrség részére? Nem. Nem? Mert? Nem ez a fontos. Nem ez a fontos? Nem, hanem a rendőrséget kellene úgy megalakítani, hogy egy különálló szervezet legyen. És hogy lehet ezt annéki megcsinálni? Hát simán. Simán? Mindenhol a világon ez így van, csak mi nálunk nincs. Aha. Például a tűzoltóság, vagy hogy hívjuk ezt? Igen, a tűzoltóság. És így van megalakítva. Most egy kicsit visszalőtt lépve. Igen. A Kalinyák ide alatt, de például a fegyőrök, vagy hogy? Igen, fegyenc. Fegyőrök. Őrök, fegyőrök, igen. Az egy külön szervezet, külön personalisztika, külön költségvetésszám, külön, és egy külön szervezet. Tehát külön kapitola. Csak külön kapitola, de oda tartoznak a igazságügyi miniszter alá, de nem úgy, mint a rendőrség, hogy ez egy valójában csak egy, hogy ez valójában egy szekcia. Szóval ez így annyira össze van fűzve, personalisztika, ekonomika, minden a minisztérium, és a rendőrfőkapitán valójában nincs semmi hatáskör ezen a téren. Pontosan azért gondolom, hogy megérdem egy minisztérium, ha nem, akkor tényleg... Nem minisztérium, hanem egy különálló egységet, ami külön van a finanszírozva, és külön van a kezelve. És a rendőrfőnök tudja kezelni, menedzselni az egészet. Mert most ugye fölösleges például a rendőrfőkapitán megalakítani, lehet a világ legobjektívabb koncepciója, komissziója szerint, de nem tud önállóan létezni, mert gazdaságilag, meg personalisztikailag a minisztérium... Hoz tartozik. Tartozik. És ők döntnek. És ők döntnek. Ők döntnek, kérdése. Ők oldják meg a problémát, ja. Nem ő. Van felelőssége, például, hogy megszervezni nyomozást, akciót, rendőr készenlét, de nincs autó, nincs benzinre való, szóval, és nem tudja megadni a rendőröknek, mert nem ő az, aki megadhassa. Aki úgy megtervezi, hogy célszerűen tervezi. Tehát hatásaik úgy vannak szétosz, hogy nőttelesen egyedül működj a rendőrség, ha jól látom. Ez 93 óta, ez igen, így volt, szerintem célszerűen jót szervező, hogy nehogy a rendőrség egy önálló alakulat legyen, hogy azt csinálja, amit akar és nem tudja senki megakadályozni. Ez így volt célszerűen megalakítva, még a Becsiar idő alatt. Igen. És utána jöttek a másik kormányok, és ezt nem nagyon bolygatták, mert ugye mindenkinek azért ez így jó, hogy azért van hatáskör a politikának. Be tud szólni. A rendőr tevékenységbe. Jó. Ha valaki öntől megkérdezi, mert én megkérdezem, hogy ki is valójában Jaroszláv Spisiak? Hogy tudná két mondatot jellemezni, ki is vagyok én? Ezt erre nem tudok most válaszolni. Aki volt rendőrfőkapitány, aki volt helyettes, tunaszerdehelyi rendőrkapitány, aki sok mindent letett az asztalra. Én életemben azt tartom sokra, hogy szerencsém volt élni, és mind rendőrnek részt venni ebbe a forradalom, vagyis ebbe átállásba, a szocializmusból, kapitalizmusba. Mert aki ezt nem élte túl, azt nem is tudja. Az nem tudja ezt elképzelni, hogy valójában mi volt itt. Tehát azt mondja, sokan ebbe a időbe elvesztették a fonalat, félre, rossz útra tértek, nem volt szabályzat, nem volt semmi, és lehet, hogy nem tényleg, nem rosszat akartak, nem bűnözők akartak lenni, csak ki akarták használni a lehetőséget, és a sodrás elvitte őket.
mert úgy könnyű élni, hogy a sodrás visz, és akkor élvezem, visz a sodrás. Ja. De az, utána, amikor észrevezem, hogy valami a vízesésnek visz, rossz helyre visz, nem is oda akartam menni. És nem tudok kiszállni. Már onnan nehéz vissza csónakázni, vagy visszaúszni szembeárral, ez nehéz. Na és én valahogy úgy próbáltam itt létezni, hogy nem muszáj volt visszaeveznem, hanem vigyáztam arra, hogy merre visz a sodrás, hova akarok elérni, mit akarok elérni, és próbálkoztam abba irányba menni. Van még, amit el szeretne érni? Nyugodtan tudja nyugdíjba menni. Ez jó. És minden reggel, ha borotválkozok, vagy tükörben nézni, akkor tudjak tükörben nézni bátran, és a unokáim, a főeim még mindig büszkék lehessenek rám, ne úgy gondoljanak, hogy jó van, jó, de mégse olyan jó. Valahogyan így. Jó. Doktor úr, gondolom, hogy tudnánk még sok mindenről beszélgetni. Hát ez ide nagyon előre haladt, több mint 1 és 3 órát beszélgettünk. Én még csak figyelnék, hogy hol is lehet bejutni egy-egy olyan dologba, amiről halvány fogalom se volt eddig. Hogyan lehetne tenni valamit. Én köszönöm, hogy elfogadtam meghívást. Kívánok önnek további jó erőt, egészséget családjának, hozzátartozás. Az életben még sok szerencsét, és ha úgy gondolja, hogy van mondani valója, ha fog működni a műsor, én mindig szívesen várom. Köszönöm szépen. Hallgatóknak, nézőknek is köszönöm, hogy figyeltek bennünket. Hát én is köszönöm a meghívást. Remélem, hogy a magyar nyelven még a kifejezési módszereim nem annyira rontották el a hangulatot. Abszolút. Mint ahogy lehet, hogy gondolom én. Abszolút. Köszönöm szépen.